Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Ahogy Atalában, úgy Csikóstöttősön is alkalmazkodtak a lakosok a megváltozott élethelyzethez, utóbbiban az idősek ellátása és a közigazgatás megszervezése jelentett feladatot. Atalában a Magyar Falu programban nyertes pályázat előkészítésén dolgoznak. Csikóstöttős mindennapjaira is nagy hatással van a koronavírus járvány okozta korlátozás. Főleg hétvégeken vehető ez észre, amikor a település boltjai zárva vannak. Felhívtuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy tartsa be ezeket a kormány által előírt rendelkezéseket. Hordtunk ki szórólapot a lakosságnak, amiben felhívtuk a fiatalok figyelmét arra, hogy hogyan gondozzák, hogyan figyeljenek oda az időskorúakra és a gyerekeikre. Az óvodánkkal kapcsolatban és iskolával kapcsolatban ugye az oktatás az intézménye az zárva van, távoktatásban dolgoznak a gyerekek. A faluban, akik segítik a közösségi munkát, azok hordják ki szerdánként, akinek nem interneten megy ki, azoknak szerdán viszik ki a feladatlapokat, és következő szerdán hozzák vissza. Kialakult már egy rendszer az étkeztetésre is, ami a higiéniai szempontok maximális figyelembevételével történik meg. Az önkormányzatunk a Csikóstöttősi Német-Magyar Kulturális Egyesületnek a buszát ingyenesen vette használatba, illetve kapta használatba. Ezzel oldjuk meg a megnövekedett ételszállítást, amit egyszer használatos éthordokba hordunk ki az óvodásoknak, az iskolásoknak és az időskorúaknak. Ebben a munkában az óvodai dajkák segítenek nekünk, ők oldják meg. Egyéb segítségre volt jelentkező, de eddig nem kellett igénybe venni. Néhány személy volt, akinek gyógyszerbevásárlás és egyéb bevásárlásokra volt szüksége. Igény esetén ezt is meg tudjuk oldani, de alapjában véve normálisan tud üzemelni a településünk. A hivatali ügyintézés jelenleg elsősorban telefonon vagy online működik. A köztisztviselők otthoni munkában látják el feladataikat Csikóstöttősön. Az önkormányzatunk is vírusüzemmódban üzemel. Ügyfélfogadásunk van szükség esetén. A lányok, hölgyek a hivatalban, ők is gyerekeket gondoznak, tehát úgy engedtük meg őket, hogy home office-ba dolgozik azon a napon, amikor neki kell a gyermekére vigyázni. A hivatalban az ügyfélfogadás az úgy történik, hogy amennyire lehet úgy telefonos, internetes elérésen, nagy szükség esetén bárkit tudunk fogadni a hivatalban, és megoldjuk a problémáinkat. Míg a töttösi hivatal csökkentett üzemmódban működik, addig Atala önkormányzata nagy beruházásra készül a közeljövőben. Április 20-án bekerült a Magyar Falu programba a játszótér felújítása, illetve kiépítése. Hát mi szeretnénk ebbe is bele részt venni benne. Nagyon szeretnénk egy új játszóteret, hiszen a régiek azok régi rönkfa játszótéri játékokból álltak, és ezek tönkrementek, úgyhogy ezeket az ősz folyamán a nagy részét összeszedettük, hiszen életveszélyesek voltak. Ezért szeretnénk a gyerekeknek egy olyan játszóteret, ami biztonságos a számukra, és ahol minőségi időt tudnak eltölteni. Nehezen szokták meg az állampolgárok a korlátozásokat, de nem volt kihágás Atalában, mondta el kérdésünkre válaszolva Orosváriné Bocz Tünde, a település vezetője. Igazából problémák nem merültek fel. Az időseknek az ellátása az folyamatos, tehát a bevásárlást és a gyógyszer kiváltást azt folyamatosan biztosítjuk. Papíralapú, illetve internet alapú felhívásokkal tájékoztatjuk a lakosságot, akár arról, hogy milyen formában tudnak bennünket elérni, és természetesen jogszabályi változásokról is tudnak. Igazából a boltok is együttműködőek voltak velünk, mert mindjárt felajánlották, hogy nagyon szívesen összekészítenek élelmiszercsomagokat, és utána pedig mi elhordjuk, illetve kivisszük a lakosok számára. A falu oktatási nevelési intézményei a kormány döntése alapján itt is bezártak. Az óvodában ügyeleti rendszer működik, jelenleg egy gyermekre felügyelnek az óvónők, tehát nagyrészt a szülők meg tudják oldani a kicsik otthoni ellátását.
Az iskolában egy gyermek részéről érkezett olyan kérés, hogy valamilyen formában tudjunk biztosítani egy számítógépet ahhoz, hogy ő interneten tudja tartani a kapcsolatot a tanárokkal, illetve el tudja látni a napi feladatát. Így az önkormányzat összeállított neki egy kis számítógép csomagot, használt számítógép ugyan, de használható arra a célra, amire neki kell. Ezt meg is kapta, és azóta teljesen jól működik most már a tanulás ezen keresztül. Az emberek összefogása Atalában is megmutatkozik, többen vállaltak szájmaszkvarrást is, de a bevásárlásban is segítenek egymásnak a lakók. A településünkön 7-8 hölgyemény vállalta azt, hogy készíti a falu lakói számára a mosható kétrétegű szájmaszkokat. Több mint 800 darab készült el, és ezeket húsvét előtt a most már hagyományos húsvéti kalács mellé ki is osztottuk a lakóknak, úgyhogy mindenki kapott a szájmaszkokból is. A gyógyszertárunk az a körülbelül a március közepe harmadik hete táján bezárt, ugye időlegesen, és így a gyógyszer kiváltás és a gyógyszernek az elérhetése az idősebbek számára nehézkes lett, ezért a falu gondnokunk minden nap, akár hogyha a telefonos hívás érkezik, akkor természetesen bárki számára elhoz a Dombóváról a megfelelő gyógyszereket. Atala település nagy részben mezőgazdasági tevékenységből tartja el magát, illetve a lakosai. Nagyon nagy földterületen gazdálkodnak, nagyon sok traktor van a faluban, úgyhogy ezen keresztül van a megélhetésük. A falu szépítése és a karbantartása az pedig a hat közfoglalkoztatottnak a feladata, amit azt gondolom, hogyha erre eljön bárki, akkor azt láthatja. Úgyhogy maximálisan meg vagyunk velük elégedve, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy egy gondozott és szép ápolt környezetben lehessenek a falu lakói. Atala vezetője kiemelte még a közmunkaprogramban résztvevők szorgalmas munkáját. Nekik köszönhetően a buszmegállókat naponta kétszer is feltöltlenítik, hogy a tömegközlekedést választók biztonságban legyenek. A veszélyhelyzet kihirdetése után a közfoglalkoztatottak minden nap napi kétszer feltöltlenítik a buszmegállót, úgyhogy ezzel is próbálunk egy kicsit gondoskodni azoknak az egészségéről, akik tömegközlekedést választják, a buszközlekedéssel jutnak el egyik pontból a másikba. A veszélyhelyzettel kapcsolatban egyik településen sem kellett helyi rendeletet módosítani, vagy új szabályokat hozni. A kormány által hozott rendelkezéseket a lakosok betartják mindenhol, kihágásról vagy szabálysértésről egyik polgármester sem számolt be. Megújul a Dombóvári Margaréta református óvoda, amint egy 116 millió forintos beruházás májusban indul, és a tervek szerint egy éven belül befejeződik. A Bezerégy utcai Margaréta óvoda fő feladata biztosítani a keresztény értékrendet a kisgyermekek számára. Ezt fontosnak tartják ma ebben a rendkívüli helyzetben is az intézmény dolgozói. A járványhelyzet miatt óvodánkban is működik az online óvodai nevelés. Minden Facebook csoport, minden csoportunknak van Facebook csoportja, ott az óvónőnék minden nap adnak a gyereknek feladatokat, minden nap megosztják az új ismereteket, és minden nap ellátják őket és a szülőket is hasznos tanácsokkal, hogy hogyan tudják ebben az időszakban is a gyerekeket úgy nevelni, ahogy a mi református értékeink ezt közvetítik. Lelkész úrunk is részt vesz ebben az online megosztásban, ő is minden héten tesz közzé a gyerekeknek bibliai igéket, és olyan hasznos tanácsokat, amelyek a szülőknek is útmutatással járulnak hozzá az ilyen helyzet megéléséhez. Bár március közepén a járvány miatt bezárt az óvoda, az élet nem áll meg Dombováron, a város szívében. Felújításra készül ugyanis az intézmény. Nagy lépés előtt állunk, mert óvodánk bővülni fog. Két csoportot egy új épületben fogunk elhelyezni, amit a fenntartónk, a Tolnai Református Egyházmegye megvásárolt, és szeretnénk, hogy a gyermekeink jobb körülmények között egy igazi olyan légkörben élhessék a mindennapjaikat, amiben mi nagyon szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat, és a fenntartónk is, meg az óvoda dolgozói is jól éreznék magukat.
Jelenleg 4 csoporttal üzemel az óvodánk, ebből az egyik csoportszobát szeretnénk óvodai csoportszobával alakítani, mert egyrészt kicsi is ahhoz, hogy a gyerekek fogadására alkalmas legyen, másrészt nagyon szűkösek voltak eddig a feltételeink. Ebben a gyönyörű épületben mi nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon szeretnénk továbbra is itt tölteni az éveinket, napjainkat. A nevelési intézmény szomszédságában, a Jókai utcában lévő társasház megvásárlásával nagy tér fog kibontakozni a kisgyermekek előtt. Az ingatlan belső felújításán túl a teljes épületállomány megújításra kerül. A takarékos üzemeltethetőség érdekében az épület hőszigetelését megoldják, és nyílászáróit is cserélik. A tetőfelületen pedig napelemeket fognak elhelyezni. 116 milliós beruházás lesz ez az épület, hogyha elkészül. Remélhetőleg májusban elkezdjük ezt a felújítást, és reménységünk szerint 12 hónap alatt el is készülünk vele. A fenntartónk, a Tolnai Református Egyházmegye nagyon sokat áldoz erre az épületre, erre az óvodára. Ez az egyetlen intézménye egyébként a Tolnai Református Egyházmegyének, és sokat fordít arra, hogy odafigyeljen arra, hogy mi gyermekeink jól érezzék magukat ebben az óvodában, és megfelelő körülmények között legyenek. A beruházás is azt a célt szolgálja, hogy a református értékeket magukba szívó gyermekek még komfortosabban érezzék magukat, és korszerű intézményben nevelődjenek, tette hozzá az óvoda igazgatója. Helyi építőipari vállalkozás dolgozik a dombóvári református templom renoválásán. A 91 éves épület állaga megromlott, így a felújítás már égető volt. A felújításra 80 millió forintból kerülhet sor, melynek az Emberi Erőforrás Minisztériumának pályázata adja a forrását. A dombóvári református templom már nagyon régóta várta, hogy helyre hozzák kisebb-nagyobb hibáit. Hatalmas munkák indultak el 2019 őszén, az építmény napról napra szebbé válik. 1929-ben építették, tehát 91 éve, idén 91 éve, és volt egy-két kisebb-nagyobb felújítás, ha jól emlékszem, akkor 80-as vagy a 90-es években, elsősorban a tornyon, de ekkora úgymond ráncfelvarráson még nem esett át ez az épület, de minden dombóvári lakos tudja, hogy bizony rászorult már. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Istennek, aki megadta nekünk ezt a kiváltságot, hogy felújítsuk, mert ez nem mindenkinek adatik meg. A felújítás gondolata nem új keletű, de eddig sajnos nem volt rá olyan pályázat vagy anyagi háttér, ami lehetővé tette volna ezt. Én Pécerről érkeztem ide, ott töltöttem a szolgálatomnak az első 2 évét, mint beosztott lelkipásztor, és 2015. július 1-ével kerültünk ide a feleségemmel, akkor még csak 2 voltunk, azóta már született 3 kislányunk itt, úgyhogy hát akkor indult az itteni szolgálatom, és utána egy pár év, hát már akkor az elején is fölmerült, hogy valamit kéne csinálni ezzel a templommal, mert elég ramagy állapotban van, és akkor nem volt még erre lehetőség, de a Tolnai Református Egyházmegyének az esperese biztosított arra, hogy ha lesz bármiféle lehetőség, akkor a mi templomunk az ott van az elsők között, amit ő szeretne felújítatni, hogyha szabad így mondani, és aztán ennek az ideje végül 2017-ben, ha jól emlékszem, 2017-ben érkezett el. Ekkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki egy pályázatot, amelyre a Dunamelléki Református Egyházkerület nyújtotta be igényét. Ez egy 80 millió forintos összeg, tehát egy elég szép pénzt kaptunk, amire nagyon hálásak vagyunk, és kezdetben úgy tűnt, hogy mindenre elég is lesz. És tulajdonképpen magával a templommal kapcsolatban, tehát csak a templom épületet, hogyha vesszük, azzal kapcsolatban tényleg mindenre elég. Egy-két apróságot leszámítva. Úgyhogy hatalmas munkák indultak el itt a tavaly ősszel. Hát ugye 17-ben ez kiderült, hogy,
hogy van egy ilyen, akkor 18-szor körülbelül eldőlt, hogy mi is benne vagyunk a kiválasztott gyülekezetekbe, és akkor mi el is kezdtük keresgélni a megfelelő szakembereket, a tervezőt, a csapatot, amelyik lebonyolította ezt az egészet, mert itt meg kellett pályáztatni ugye a munkát. Tehát itt egy teljes körű belső és külső felújításról van szó. Azzal kezdődtek a munkák, hogy az épületet meg kellett erősíteni, ugyanis történt benne korábban egy süllyedés, és ezt alá kellett injektálni. Egy nagyon érdekes technikát alkalmaztak, amivel stabilizálni tudták az épületet, hogy ne süllyedjen tovább, illetve a falakat össze kellett varni, és miután ez megtörtént, ezek voltak az első lépések, utána kezdődhetett a többi, illetve közben már elindult az alsó szintnek a felújítása, ugyanis a templom az nem csak a templom részből áll, hanem van neki egy alaksora, ahol több közösségi terem, helység is található, a mosdó, konyha, babamama szoba, tehát a télen amúgy ott szoktunk lent az alsó nagyteremben lenni, a gyülekezeti termünkben, és hát azt indítottuk el először, mert szerettük volna, hogyha karácsonyra azt már belakhatjuk a szép felújított állapotába. A felújítás szinte mindenre kiterjed. Külső-belső festés, nyílászáró csere, elektromos hálózati csere, fűtéskorszerűsítés. Egy igazi 21. századi épületté válik a templom. Az alsó szinten teljes belső festés, ahol szükséges volt, ott a padlót kicseréltük, álmennyezet került beszerelésre az egész alsó szinten, arra lettek felszerelve a fűtőtestek, tehát nagyon érdekes, mert a plafonon vannak a fűtőtestek, infrapaneles fűtés került beszerelésre, és teljes átalakításra kerültek a mosdók, úgyhogy nagyon kulturált, szép új mosdóink vannak, kialakításra került egy normális babamama szoba, illetve a gyerekeknek a terme is konszolidálódott, és a lenti konyha is megújult, amit ilyen közösségi eseményeken szoktunk úgy használni, ilyen gyülekezeti ebédelések alkalmával. Aztán ugye ehhez már akkor elkezdődött az egész elektronikai rendszernek a cseréje is, tehát tulajdonképpen az összes drótot kihúzták és újra húzták, sőt máshova is húztak, mint ahol eddig volt, tehát új helyekre is, mert technikailag előkészültünk olyan lehetőségre, hogy lehessen végre kihangosítást megvalósítani, mert eddig erre nem volt lehetőség, és ennek a technikai feltételeit is szerettük volna megteremteni. Hála Istennek a tél elég enyhe volt, úgyhogy el lehetett kezdeni a fönti résznek, a templom résznek, illetve a külső résznek is a felújítását. Levertük a vakolatot, ugye azt hagyni kellett sokáig, hogy szellőzzön, száradjon ki a fal, bár nem volt különösebben nedves, és ez meg is történt, úgyhogy tulajdonképpen teljesen új vakolatrendszert kap a fal. A vakolat már fönn van, most már mindenhol, a lávazatot fejezték be a múlt héten, és most már a kinti részen a festés kezdődik, de teljes lesz a tetőnek a cseréje is, ott a szerkezetet egy kicsit kellett csak megerősíteni, de teljesen új cserép kerül föl rá, a tornyot magát is megújítják, úgyhogy elég sok mindent sikerült megcsinálni. A belső részen pedig kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelős ablakok kerültek be, hát ma már talán ez alap, hogyha az ember felújít, de hát ezek nagy dolgok azért a mi kis gyülekezetünknek az életébe. A hatalmas beruházás a református gyülekezet számára rendkívül fontos volt, és a városképet is gazdagítja a megszépült külsejű templom. Én azt gondolom, hogy egy lelkipásztornak az életében ez különösen is fontos dolog, mert valahol azt látjuk ebben, hogy Isten nem felejtette el az ő népét, akármilyen kicsi vagy törékeny legyen is az ő gyülekezete, akár itt Dombóváron is, hanem gondoskodik rólunk, és megadja a külső szükségleteket is ahhoz, hogy az valóban
alkalmas legyen a templom, mint hely is az ő tiszteletére, imádatára. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!